Sziasztok! Én Huvian vagyok. Ez egy Metin 2-es videó lesz. Pont leütöttünk egy Metint, és semmit nem dobott, de ott van egy 80-as, és itt volt mellettem az előbb, talán még a videóban látszódott is, nem tudom, csak egy pillanatra jön meg egy másvilági, és nem láttam meg szerintem ezt a Metint, vagy nem tudom. Úgyhogy gyorsan neki is esek, persze a kesztyűt le kéne venni. Kijöttünk lélekbarlangból, nem voltunk bent az előző videó óta sokat, összvisz egy varjú acélt dobott ki, sima, snasz, semmi extra. Kijöttünk, mert tigris esik ma, úgyhogy azt jó lenne farmolni. Farmolni? Hát örülnék, ha egy darab kiesne, szóval ez most már nagyon gáz. CH3-on járunk, 6-osról indultunk, összvisz 2 metint találtunk, plusz ezt a kettőt, amit itt most, de mondom, az előbb jelent meg az a más világi, tehát pillanatok alatt levelik, egy darabot sem találtunk 2 CH-n. Ez lesz most az utolsó metin, ha ez sem droppol, akkor feladjuk, de nem azért, mert feladjuk, tehát jó lenne, viszont eszembe jutott, hogy körülbelül úgy 50-es szint óta nem voltunk DT-be, úgyhogy megpróbálkozunk a DT-vel, na most az a baj, hogy az oké, okay, hogy tehát itt két dolog van, ami baj lehet, az egyik az, hogy nem tudom, hogy én bírom a DT-t, mert mint említettem, már körülbelül 50-es szint óta nem voltunk. Tehát én sem tudom, hogy bírom-e a 6. emeletet, arról nem beszélve, hogy nem tudom, hogy a gép bírni fog-e egyáltalán, mármint úgy, hogy videózható minőségűleg, tehát hogy akadni fog-e vagy nem, mert videót sem csináltam még ott, úgyhogy hát ez majd kiderül. Hoppá, ott van még egy metin, akkor mégse ez lesz az utolsó. Most 3 metin itt egy kupacon, ez nagyon durva. Vagyis hát annyira nem durva, inkább a mostani helyzethez képest durva, hogy kb. Mindenhol le van ölve. Úgyhogy végülis ez a terv most egyelőre, hogyha végeztünk a metinütéssel és felmegyünk DT-be, ha sikerül, akkor fönnmaradunk 7. emeleten, ugye a 65-es, 70-es metineket leütjük, hát ha abból esetleg esik hátas, de igazából csak próbaként mennénk most fel, aztán lehet, hogy ugye megint ugyanaz lesz a napi rend, hogy visszamegyünk lélekbarlangba, ez nem biztos, korán sem biztos, úgyhogy majd hát úgyis kiderül. Most már nem állítom meg a videót, mert most már leverem a metint. Azért jó lenne legalább az egyik dobni egy tanúsítványt, mert már az én vadkalomból is csak 6 nap van, és mivel ugye most nem leszünk itt, majd 4 napot, vagyis 3-at, végül is 3 és felett. Ezért nem lenne jó úgy visszajönni, és nem dobott, mindegy. Nem lenne jó úgy visszajönni, hogy nincs hátasom. Hát akkor elkezdjük a következőt, aztán jelentkezünk a droppal. Mindjárt megdeglik a metim, és nem dobott, miért is dobott volna. Hát mindegy, akkor elnézünk DT-hez. Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogjuk bírni, meg igen, tehát az a baj, hogy a gép is kérdéses, főleg úgy, hogy amilyen gépnél Mitsuki ül, az még rosszabb, nem az, hogy még rosszabb, hanem sokkal rosszabb, mint ez a gép. Úgyhogy lehet, hogy ő kb. Csak annyira lesz képes a 6. emeleten, hogy buffoljon. Ami nem lenne jó, mert valószínűleg egyedül még rosszabb lenne, hogyha egyedül kéne csapkodnom őket. Mert mivel ugye nyíldefem az nincs, így amíg a hátason tartózkodok, addig biztos vagyok benne, hogy bírni fogom, tehát addig nem fognak sebezni, mert 800-as defel szerintem az menni fog, de abba pillanatban, hogy leszállok, és ez a 150 def elveszik, amit a vatkan ad. Hát úgy már igencsak necces lesz szerintem, kiderül, meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy lepakolunk, átcuccolunk, stb. És akkor DT-be folytatjuk. No, én be is értem, itt van a Metin, úgyhogy ezen a CH-n fel tudunk majd menni. A biztonság kedvéért azért kikapcsoltam neveket, chatet, mindent, hogy még jobban bírja. Most igazából nem az a lényeg, hogy most dobálnak-e ezt-azt. Majd lefeljebb néha nyomogatom, aztán megnézem, hogy dobtak-e valamit. Húha, itt a démon ijeszt nagyon erőlködik. Azért kíváncsi, hogy mennyit sebzek rá. Kiderül. Ja, igen, nem látom, várjatok. Azt mondja, hogy hát földről 900-akat, 2000-es krit, nem rossz,
Biztos, hogy hát igazából ahhoz képest nem rossz, hogy 5-20% élő voltam van. Még egy gyors szünet, és akkor utána kezdjük is. Hát arra pár percre, amíg kimentünk, addig már be is jöttek. Sőt, valaki lejött, le is ütött a metint, és már tovább is ment, úgyhogy csodálatos. Most megnézzük egy másik CH-n, remélem, hogy ez már üres lesz, mert ugye azért egy DT-ren, főleg úgy, hogy ketten vagyunk, vagy netán egyedül kellünk, akkor alsó hangon is 40 perc. Na most van 7 óra 50, na és ezen a CH-n sincs metin, nem jó. Szóval most van 7 óra 50, ami azt jelenti, hogy mire feljutunk 7-re, szerintem ott bőven lesz 9 óra, úgyhogy király. Na mindegy, keresünk üres CH-t. Oké, akkor kezdjük is el. Igen, egyenletes. Akkor itt van metin, ha minden igaz. És igen. Úgyhogy akkor kezdjük. Na most benne lesz a videóban akkor az egész. Remélem, hogy sikerül. Tényleg nem voltunk még, szóval ezzel nem sok reményt fűzök hozzá egyébként, mert mondom, tehát ha esetleg még én bírnám is, de a gép nem, akkor veszed fejszennye le. Plusz azért, jó, tudom, hogy nem kell egy nagy művészet ahhoz, hogy DT 6. emelet itt valaki kivigye, de azért már rutinos sem vagyok, tehát réges-rég volt már az, amikor itt jártunk. Úgyhogy meglátjuk. Jaj, emlékszem. Nagyon-nagyon-nagyon rég évek, sőt az még talán a legeleje volt, hogy ugye itt amikor feldob, ú, basszus, nagyon jó. Na ezért hoztam én köpit, tudtam, hogy valami nem fog stimmelni, ezt mindig elfelejtem, hogy a félelmet ezt nem szabad bekapcsolni, úgyhogy tudtam, hogy itt bajba fog lenni, úgyhogy hoztam köpit. Nem érek el, elhasználom, mert kizárt dolog, hogy itt megvárom, még a félelem lejár. Ja, sem. Szóval volt egy olyan bug, de sose tudtam, tehát mire én megtudtam, hogy van addigra nem tudtam idézőjelesen kipróbálni, úgyhogy a 100%-osan nem merem állítani, hogy tényleg volt ilyen, én is csak hallottam annak idején, hogy ugye mikor leütjük a 40, vagy az 50-es, na, az 50-es metint, amikor szétüti a csapat, akkor ugye, hogyha valaki kattingat össze-vissza, vagy irogat, vagy valami, akkor ugye esély van rá, hogy ledobja. De hogyha visszalépsz, akkor nem DT elé dobt ki, hanem feldob ide a második emeletre. És akkor volt egy olyan lehetőség, hogyha ledobattad magad szándékosan. Várjál, mert rád mennek, de rám nem. Szóval, hogyha szándékosan ledobattad magad az 50-es metin leverése után, és nem léptél vissza, akkor meg lehetett azt csinálni, hogy megvártad, még a csapattársaid fölérnek a 6-ra, és csak ott léptél vissza, és akkor oda rakott vissza. Tehát nem a második emeletre, hanem oda föl. Talán amikor egyszer kipróbáltam én is ezt, akkor valami olyasmi volt, hogy talán a második emeletre rakott be, de tök üres volt az egész terem, tehát a többiek már 6-on jártak, és akkor én meg tök egyedül ott voltam a második emeleten, ugye ki kellett lépnem karicserével vissza a városba. Valami ilyesmi. Voltak érdekességek régen, mondom, ezt nem tudom 100%-ig biztosan mondani, ez így volt, mondom, én is csak hallottam, mire én kipróbáltam, már nem volt ilyen, meg kijavították. Attól függetlenül fúj, de rühellek így ölni egyébként, hogy se név, se semmi nem látszik, sőt igazából a találati infót is ki kéne kapcsolnom. Bár mondjuk itt még talán nem olyan vészes, mindegy, akkor most a chatsort az mindenképp. Akkor még 6. emelet előtt akkor maradhat ez. Most itt majd csak pötyögünk, mert most még úgyse tétre megy a dolog, még itt szokunk a gondolatta, hogy akkor ilyen kis démonokat ölgetünk. Egyébként most itt eszembe, hogy a démon király is bossnak számít, talán az alsó, az nem is tudom, hogy az alsó az annak számít, szerintem igen. Úgyhogy hát ha attól is esett hátas, majd felrakom a kesztyűt, aztán meglátjuk. Aj, de azért nem szeretem egyébként ezeket a démonokat, mert olyan mazsolák, komolyan mondom, tehát nincs rájuk jobb szó, összeszeded őket és rohangálnak ide-oda, de hogy utánad nem, az biztos, tehát mennek ezek mindenfele. Azt nem tudják, merre van az előre.
Úgyhogy ez az egyik oka egyébként, ugye az egyik, amit mondtam, hogy tudtam, hogy a félelmet el fogom felejteni. Mások meg az, hogy hatodik emeleten, mivel ugye így is csak öt kört kell megcsinálni, lehet, hogy inkább köpivel szedem be ott az oszlop köré, mint hogy na, csak ott maradt egy, nézzétek meg, kis mocsok jól elbújt. Bocsi. Nem baj. Direkt csinálta ez a kis kegyetlen szellemi jász, hát a nevében is benne már direkt szivatni akar. Igen. Na, most, ja, na azért mondom. Ma azt hittem, hogy tovább se akar engedni, de tudja, hogy hát túl könnyen kivizitek, inkább nem mehettek fel. Na jó, ilyen biztos nincs. Mi a baj? Ja, buf. Jövök vissza. Hát most egyeket, miszeket sebeznek, leszállok, nem tudom, hogy mondjuk ezek csak a simák, szóval ezek úgyhogy nem is érdemes számolni. De mi sebzett rám az előbb 500-at, az rejtély? Lehet, hogy valamelyik ilyen titkos ügynök démoniász van közöttük, és az ilyen baromi erős, őt így meg kell találni, és akkor nagyon nagy dropja van, vagy nem tudom. Na jó, ilyen sincs, mielőtt még elhiszitek esetleg. Vagy azt hiszitek el, hogy én elhiszem. Jaj, van egy ismerősöm, ezt elmesem ezt a sztorit, de nagyon jót rögtem. Hogyha nézi a videóimat, akkor előre is elnézést kérek tőle, remélem, hogy nem haragszik meg, hogy ezt megosztom veletek. Hát én sírtam a rögést szegényen. Az volt a lényeg, hogy csinálta az örlőfogas küldit, ez sem most volt egyébként, csinálta az örlőfogas küldit, és rám ír, hogy ő az Istenén nem találja az elit ork varázslókat. És gondolkozok, mondom, nincs is olyan, hogy elit ork varázslókat, jött a démon király, várjál. Szóval gondolkozok rajta, hogy nincs is olyan, hogy elit ork varázsló. És kérdezem tőle, mondom, te az örlőfogast csinálod? Azt mondja, igen. Hát mondom, akkor neked nem elitek kellenek, az elit alatt a sima ork varázslókat érti a küldi. Mondom, csak öljed azokat csak simán. Hát ez KK meg acélkarom. Szóval öljed a sima ork varázslókat, és akkor majd azok dobják az örlőfogat, de hogy ölt már egy csomót, és nem dobták. És hogy ez úgy működik, és akkor nekiállt nekem ugye leírni, hogy ez úgy működik igazából, hogy ezek az elit ork varázslók, ez egy CH-n csak három darab van a játékban, és hogy csak az a három dobja, és az a három darab viszont 30-asával dobja az örlőfogat. És így néztem, hogy hát mondom, biztos csak viccel, tudjátok, hogy szivatni akar, milyen jó kis sztori, jót rögtem rajta, és abba is maradt. Tehetek múltak az idők, eltett jó pár óráig, csak visszaír megint, hogy hát basszus, ő már egész délután azt az elit ork varázslókat keresi, és egyszerűen égen földön nem találja, és így neki áll szitkozódni, hogy biztos a kicsik leverik, mert nem tudják, hogy mire jó, meg stb., de hogy neki pont az kéne, és jelege van az egészből, és így néztem, hogy no basszus, ez nem is vicc volt, ez tényleg teljesen komolyan elhitte. Aztán kicsit begurultam, mondom, te, amit mondtam, hogy a sima ork varázslók dobják, azt nem véletlenül mondtam, tehát ez így van, úgyhogy nyugodtan hihetsz nekem, mondom. Akkor még kicsi voltam én is, és azelőtt nem sokkal csináltam meg egyébként én is a küldit. Ráadásul Wikin azonnali hatályán megnéztem, tehát nem én mondok hülyeséget, és mit tudom, egy hétre menőleg nem bírok visszaemlékezni arra, hogy én hogy csináltam. De persze nekem volt igazam, és egyszerűen nem akart elhinni, tehát én mondom, esküszöm, azt hittem, hogy viccel, nem, nagyon nem viccelt, ő teljesen komolyan gondolta. Úgyhogy így ezt azért onnan jutott eszembe, hogy ugye lehet, hogy valaki azt mondja, hogy valaki viccel, és közben nem teljesen komolyan hiszi azt, ami valóságban nem is feltétlenül igaz. Úgyhogy ez tényleg érdekes volt, hogy tényleg váltig állította, hogy már pedig az úgy van. Na most én ilyet nem hallottam még életemben, úgyhogy már pedig mondom, tehát a tapasztalat és a Wikipédia is mellettem állt, de még ennek ellenére se volt hajlandó elhinni, hát mindegy. De ezt tényleg nem bántásból meséltem el, szóval, hogyha itt van a néző között, akkor tényleg remélem, hogy nem lesz harag. Bár mondjuk, ha jól emlékszem, sajnos ő már egy ideje nem is játszik egyébként, amelyet innen nagyon ritkán látom fönt. De ez vicces volt. Hát lassan, de magabiztosan haladunk, azt kell, hogy mondjam, tehát végülis lehet, hogy egyszerűbb lett volna egyébként azt csinálni, csak majd azt csinálni, hogy körbeszaladni az egészen, azt jön, amelyik jön, vagy valami ilyesmi. Én még úgy vagyok vele, hogy itt még úgyse tétre megy a dolog, úgyhogy
Mármint, hogy nem időre megy, inkább úgy értem. Szóval itt még el tudunk szöszmötölni velük. Aztán majd hatodikon már nem lesz ennyire könnyű a helyzet. Hát az előbb, amikor bementünk a Démon királyhoz, igazából ott sem csapant meg annyira az életem, és azon a részen csak és kizárólag gonosz íjászok vannak, és azok sem nagyon szedték le az életem. Plusz nem tudom egyébként, hogy jónak sem. Na, semmit, igen. Nem vagyok beszédhibás egyébként, csak sokat beszélek, úgyhogy most iszok is egyet ennek örömére. Szóval, ott tartottam, hogy ugye nagyon, nagyon sok volt a gonosz íjász, és ugye nem sebeztek annyira, meg hogy nem tudom, hogy mennyire számít jónak ez a sebzés 20% élő volt mellett, hogy földről majdnem egy 1000-es csapok rájuk. Ráadásul ugye Mitsuki buffja miatt szinte mindegyik crit, tehát ilyen 1800-2000 körül sebzek. Hátasról gondolom még több, ugye azt nem is figyeltem egyébként. Meg amúgy is a harcosok azok gyengébbek, úgyhogy az nem is annyira számít, az pillanat alatt meghalnak. Na, akkor én itt majd elindulok a térkép szerint balra. Vagyis itt kezdem ezzel. Ide furán jelent meg ez a kísérlet. Van köztük egy nagyon fontos is. Egyébként ez is vicces, mert régen milyen könnyű volt már, hogy ugye kiírta a koordinátákat, és akkor ugye tehát nagyon cseles volt egyébként, mert kiírta a koordinátákat, de mindig mindenki tudta, hogy az utolsó előtti a jó, és akkor nem kellett keresgélni, csak meg kellett nézni, melyik metének az a koordinátája. Hát most már ilyen nincsen, úgyhogy kénytelenek vagyunk mindegyiket végütni, de hát most 20 perc, nem 15 perc van rá, tehát most 15 perc alatt mennyi metin van? 2, 4, 6, 7... Na ez szívás, na ez nagyon nagy szívás, Mitsukit ledobta, úgyhogy ennek ennyi volt a rán. Ilyenkor nem fogja meg visszarakni, főleg úgyhogy most le is dobhatja magát a visszajelentkezéssel. Hát akkor megpróbálhatom egyedül, de esélytelen, buff nélkül aztán végképp kizárt. Hát ez basszus, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Hát ez nagyon gáz. Na mindegy, fölmegyek hatodikig, megpróbálom, de esélytelen, tehát így áldás nélkül aztán végképp nem. Hát ezt nagyon sajnálom. És az a baj, hogy ugye az a gép, amelyiknél ő ül, állandóan ezt csinálja, tehát most már tele van a hócipőnk. Most már lassan be kéne ruházni egy másikra, csak hát az még idő kérdése. Vagyis hát idő és pénz kérdése inkább. De nagyon gáz, állandóan, tehát az a gép már nagyon dögrováson van. Na mindegy, mondom, megpróbálom, mert mit veszíthetek vele. De nem fog menni ebbe így már biztos vagyok, tehát kizárt dolog. De legalább azt megnézem, mennyire sebeznek, mennyire bírom, hogy egyáltalán buffal érdemes-e visszajönni. Hát ma már biztos nem, tehát én a DT-ránokat amúgy is kifejezetten rühellem. Talán ezt már mondtam is, én nem szeretem a DT-t, unalmas és túl keveset ad ahhoz, hogy érdemes legyen. Most már belegondolok abba, hogy bármilyen plusz 9-es cucc már 20 milli alatt lehet kapni alapon. Csatakard, fekák, stb. Semmi értelme szerintem. És javarészt nem is sikerül. Plusz ugye akiknek megéri ez, az ugye azok, akiknek rengeteg metint elbír a gépük. Tehát persze azt mondom, hogy aki 2, 3, 4, 5... vagy még több karival megy föl, mert arról is hallottam már, biztos ti is láttátok egyszer bejelentkezett map 1-en, vagy nem tudom, 30 karival. Ilyen csatasorba állította őket, le is fényképeztük egy csomóan, ez nagyon nagy volt. Jó ötlet volt, vicces. Na hát mondjuk egy olyan embernek megéri a DT-rán, tehát kb. Úgy plusz nulláról 6 fegyvert meg tud próbálni, vagy 6 vértet, vagy bármit plusz 9-re kihúzni. Jó, mondjuk a plusz nullát csak úgy mondtam, de mondjuk legyen plusz 6. És akkor az úgy tényleg megéri, tehát... De hogy egy karival így rohangáljunk föl, és 40 percet DT-rán, annyira már nem drágák a dolgok. Tehát plusz 6-ról plusz 7-re ugye gyöngy, esetleg még az, de hogy plusz 7, vagy plusz 8, plusz 9-re kék gyöngy, vörös gyöngynek az ára a békaseggel alatt van, úgyhogy... Ezt abszolút nem éri meg. Plusz, ráadásul a fekákat meg a... Na, basszus, bekapcsoltam a félelmet, nem mindegy. Nem gáz. Szóval a csatakardot, fekákat, meg ilyeneket már amúgyis plusz 7-en dobálják új mapon. Azt hiszem, hogy új mapon dobálják. Remélem. Tehát igazából
Igazából a fehér gyöngy az így ki is marad, maximum mérekar még ilyeneknél lehet. Jó mondjuk a mérekar nem talán logikus. Vagy mennyei könnyakas, mondjuk azt se. Jó mondjuk mennyei könnyakas, tehát az ékszereknél van egy-kettő, amelyik igen, amelyiket megéri. Tehát nem azt mondom, hogy a D-tirán hülyeség, csak hogy annyira már nem éri meg szerintem. Állandó jelleggel. Tehát az, hogy egy-egy kört feljövünk, esetleg még csak-csak, de szerintem túl unalmas ahhoz. Jó, persze, ugye sokan vannak, annak idején is voltak, most is vannak, ugye, akik csak falaznak, tehát igazából semmi másban nem áll a játékuk, csak az, hogy bemennek egy csapathoz, megállnak a falnál, megvárják a hatodikat, húznak egyet, lemennek, visszamennek, megvárják, még megint jön egy csapat, stb. Ennek sem vagyok annyira híve, mert én élvezni szeretném a játékot, nem pedig azt, hogy várakozok, hogy majd akkor valaki megcsinálja. Ha én játszok, akkor játszani szeretnék. Tehát ugye vannak ezek a kelméskarik is, akik csak ott átcsorognak mapedjen, ez se vonz igazából, farmoskarik se, semmi ilyesmi. Lehet, hogy emiatt soha nem lehet egy igazi Metin 2 játékos, de ha ezen múlik, akkor sajnos ez ilyen. Hát... Na, közben gyorsan megfulladok, de még mielőtt megfulladok, azelőtt elmondom, hogy akkor ez volt az igazi Metin. Úgyhogy most jön akkor a 6. emelet. Hát drukkoljatok, kíváncsi leszek. Most a félelem még nem járt le, ami nagyon gáz. Úgyhogy kénytelen leszek köpizni őket. Hát egyelőre még annyira nem akadok. Ja, elindult a hadsereg. Úristen. Hát azért már látszik, hogy küzd, nagyon küzd a gépentyű a dologgal. Most megpróbálom, nem is itt kell, megpróbálom levenni a... Így. Csak így meg az a baj, nem látom, mennyien vannak még a harcosok. Hát azért még vannak, nem akarok addig leszállni, még meg nem döglik az összes. Na jó, talán most. Ugye inkább bekapcsolom az elixírt, amondó vagyok. Hát ez esélytelen, tehát konkrétan leszednek, mintha ott se lettem volna. Na viszont, kész. És azt sem tudom, hogy fölültem. Na jó. Nem is erőltetem tovább, ez hanyagolható. Nem is hiszem, hogy meg fogjuk mostanában próbálni, hát hogy most itt teljesen elment a kedvem. Annak idején is rengeteg szét csinált ezt egy ledobot, hát kb. Az életkedvem el tud venni ilyenkor, tehát... Most elcsesztünk konkrétan fél órát, a videóban meg több mint negyed órát, és semmi nem történt, mert ledobtam Mitsukit, tehát ez borzasztó. Én ezt nagyon nem szeretem, úgyhogy mindegy, egy-két metinre visszamegyünk Szellemerdőbe. Aztán meglátjuk, hogy akkor mi lesz, de hogyha nem dob hátast, akkor elég hamar el fog menni attól is a kedvem, mert mostanában egy hátas terén nem igazán ér sikerélmény, úgyhogy amíg nem tűnik el a hátasom, addig maximum a kezdeti lelkesedés 7 órakor megvan, de leütünk egy csomó metint, nem dob semmit, úgyhogy hamar el is száll ez a lelkesedés. Úgyhogy ha találunk metint, akkor annak a dropjával fogunk visszajönni igazából. Mindjárt vége ugye a metinnek. Na most, amit közben elfelejtettem, a raktárba elfelejtettem egy-két dolgot visszapakolni, plusz... Van esélyem antik sárkány zafira? Nem fog meghalni, ne örüljetek tündérek. Szóval van esélyem antik sárkány zafira, úgyhogy lehet, hogy gyorsan visszaszaladok a városba, és megcsinálom, majd addig Mitsukit megkérem, hogy keressen még egyet, mert természetesen ez egyértelmű volt, hogy nem fog esni hátas. Gyorsan lecuccolok. Szóval akkor... visszacsapódok a fegyre, és megpróbálom kombinálgatni. Hát itt van, gyere gyorsan. Mindegy, akkor még ezt gyorsan lecsapjuk. Szóval pont most mondta az előbb Mitsuki, hogy ő is kombinált, neki is lett volna esélye antikra, és nem sikerült neki se. Hát, ja. Most az a baj, hogyha antikig se jutunk el, akkor aztán végképp sose lesz legendás. Mondjuk attól függetlenül a sárkány zafíron gondolkozom, mert ugye a zafír az PvP-s optokat ad, és igazából ami nekem isten igazából kéne, az a rubin, nem is a jáde kéne legjobban, ugye kb. Mint mindenkinek, abban már van is egy antik, 2% TP-t ad, de biztos nem használom el.
Szóval Jade, elsősorban másodrészt a Rubin, utána a Gyémánt, és végül esetleg egy Gránát, de a Gránát is olyan, hogy TP-t azt keveset ad, és ugye nekem a TP kéne. Szóval igazából a Jade, Rubin, a Gyémánt, az lenne nekem fontos. Az Onyx meg esetleg amiatt, mert van benne, vagyis hát lehet benne, mondjuk pont nincsen, de lehet benne nyílelkerülés. Nem tudom, hogy mi más lehet még benne, egyetlen egyszer láttam nyílelkerülést benne, ebben mondjuk pont nincsen. Úgyhogy ezek lennének jók, úgyhogy igazából ezt azért mondtam most el, mert lehet, hogy egyébként érdemes lenne, hogyha sikerül egy Zafír, akkor a Zafírt eladni, mert nekem nem kell PvP-s alkimia. És ha jól tudom, akkor a Zafír az csak ilyen Vari, Shura, Ninja, Shaman, meg egyebek ilyen PvP-s elleni, meg védelmes, meg többet ütszre, meg nem tudom milyen bónuszokat tartalmaz, meg ugye ügyességet, hát nekem az nem kell. Úgyhogy előfordul, hogy azt el fogom adni. Hát hogyha sikerül az Antik, akkor majd meglátjuk, hogy az Antik milyen bónuszokat ad. Bár ugye az nem jelent semmit, ezt tudom, ezzel tisztában vagyok, mert a legendás ugye az úgyis más lesz. De még mindig nem tudom pontosan, hogy ez a csiszolgatás, meg a nem tudom micsoda, ez hogy működik egészen pontosan. Megmondom őszintén, most még annyira azért nem is érdekel úgymond, mert ugye amíg nincs legendás, addig felesleges vele foglalkozni. Na, már rohangálnak itt a jó népek. Na, csapjuk le gyorsan a metint, aztán... Már kezdek kicsit belefáradni ebbe a metinütésbe, mert ezt az előző videómban is mondtam, azt hiszem az előzőben, hogy ugye a kisebb szintű metinek azok milyen jól dobják a pecséteket. És tudom, hogy én vagyok a legnagyobb marha a világon, hogy nem csinálok egy kis karit, amivel lehetne ezeket farmolni. El se dobott, ez nagyszerű. Tudom, hogy én vagyok a legnagyobb marha a világ, hogy nem csinálok olyan karit, ami tudná farmolni azokat a metineket, amiből sűrűn esik, 35-ös és az 55-ös. Egy pillanat. Szóval tudom, hogy kéne csinálnom, de nincs kedvem. Nincs kedvem igazából se cuccolni, tehát az pénz. Se foglalkozni vele, játszani, húzni azt nem végképp nem, tehát még ha lenne is ilyenem, akkor ezen az akunton lenne. És semmiképp sem húzatnám. Mindegy. Közben megbeszéltük Mitsukival, azért volt a technikai szünet, hogy átmegyünk a farkasra megint. Tehát lényegében elismételjük az előző videót. Azért remélem, hogy a végén az egy nagyobb siker lesz, mint abba. De hát igazából napok óta ez megy, szóval. Sokat nem várok. Sokat panaszkodok egyébként, azt kell mondjam, most így belátom. Talán erre rájátszhat egyébként az, hogy mikor későn csinálok videót, akkor már agyilag egy kicsit fáradtabb vagyok a kelleténél, és már nincs olyan lelkesedésem a dolgokhoz, mint napközben vagy reggel. Ezen az fog változtatni, hogy ugye most itthon leszünk két napot, hát nem, persze nem egész két napot, de most itthon leszünk két napot, plusz ugye majd lesznek napok, amikor napközben is tudunk játszani, elsősorban hétvégén, és akkor azért majd egy kicsit eseménydúsabb, pörgősebb, kicsit vidámabb jellegű videók lesznek. Közben elfelejtettem, miket akartam. És hova lett a... De miért ezen ülök? Ja, mert balga jószág vagyok, és ezt nem cseréltem ki. Szóval azt mondja, hogy... jó, ez marad. Az... Jó, oké, akkor ennyi. Ja igen, az alkimiát akartam. Gyorsan elszorok az alkimiát megcsinom. A másik, tök jó, hogy kb. Két nappal ezelőtt azt mondtam, hogy ez az, még lehet, hogy ma meg lesz a kelme, mert nagyon belehúzok és beváltom egyfolytában, stb. Ehhez képest még van egy óra, még nem tudom beváltani, és még kell 5 darab. Na most, megláttam a sárkányfigyelő Dolnart. Ezt nagyon gyorsan elmondom, meg is nézzük a ranglistát. 16 emberre vitték ki, 15, 16, 16, 16. Az hagyján, hogy ugye a bizonyos valaki felvilágosított múltkor arról, opa, itt egy csatametény egyébként a városban, az a bizonyos valaki felvilágosított arról, hogy megvan az oka annak, hogy miért kevesebben mennek 16 embernél, és tökre rosszul éreztem magam, hogy én meg ilyen előítéletes voltam, és gyorsan leszóltam mindenkit. Sikerült, megvan az Antik.
Ügyességes földellenállás. Wow! Ez jó. Nem figyeltem oda, sikerült. Legközelebb is így csináljuk. Szóval lesz voltam mindenkit, emiatt is rosszul éreztem magam, de aztán amikor megláttam a ranglistán, hogy amióta ezt kaptam az infót és kijelentettem, hogy senki nem csinál meg 16 ember és mekkora pazarlás, azóta egy cég kivételével, de az is csak egy ember hiány, már 16-an csinálják meg, legalábbis a rekordot 16 emberrel tartják, nem tudom, hogy folyamatosan hány emberre viszi ki, nem is érdekes igazából. Szóval le a kalappa, mondom, egy kicsit előítéletes voltam ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy akkor most már így tudja mindenki minden C 16 emberrel csinálni, vagy legalábbis egyszer mondom, már legalább egyszer megcsinálták 16 emberrel. Ez egy nagyon jó dolog. Mi is szeretnénk C-be lépni, egyébként erről még nem esett szó. Most konkrétumokat nem mondok, aki ismer az, aki ismer és abba a C-be van benne, amelyik be szeretnénk kerülni, lehet, hogy tud is róla, hogy melyik az, nem mondom a nevét. Az a lényeg, hogy kinéztünk magunknak egy céget, úgymond, sok ismerős arcot látok benne, szeretnénk bekerülni, ennek ellenére sajnos nem kerülhetünk még be, ennek megvan az oka. Hát reménykedtem benne attól függetlenül, hogyha meg leszünk 75-ösök, és hát mindegy, sok mindenben reménykedtem, az a lényeg, hogy bekerülünk. Többször is elutasítást kaptam, persze magyarázatot is kaptam mellé, tehát nem azt mondom, hogy nem jogos vagy ilyesmi. Egy icipicit elment a kedvem az egész C-hes dologtól, tisztában vagyok vele, hogy a C ezzel az új melegbarlanggal, meg a dolgok, tehát a nagyobb kaliberű dolgokkal, igazából 80-90-es szint alatt semmi, tehát nuku. De ha hiába lépnénk be 75-ösen a C-be, akkor sem nagyon tudnánk kivenni a részünket semmi olyan dologból, ami érdekes lenne. Igazából abban sem vagyok biztos, hogy szeretnénk ezt csinálni, mert hogy szeretnénk ilyen dolgokba belemenni. Én nagyon szeretnék jégboszorkányozni, pókbározni. A pókbárót azt a legjobban, tehát az borzasztóan érdekes, soha az életben nem volt. De egyetlen egyszer voltam pókbárón, de azt talán meséltem is, hogy egyelő volt nullával, tehát bementünk, lecsapott, kijöttünk, kb. Ennyi volt. Kék sárkánynál is voltam jó párszor, a jégboszorkányt is rengeteg szerültettem már le. Új mapon egyedül a bétán játszottam, tehát az új map sem annyira újdonság, mert a bétára ugye még annó beregisztráltam én is, és kipróbáltam, nagyon sokáig toltam ott, ugye mindent sikerült felfedeznem benne. De egyedül a pókbáró az, ami nagyon foglalkoztat. Na most, ha bekerülnénk egy C-be, nem nagyon változtatna semmin, mert kicsik a pókbáron kívül mindenhez kicsik lennénk még, de a pókbáróhoz meg nem kell, hogy C-be legyünk, tehát mondom, vannak, vagy lesznek biztosan olyan emberek, akik ismernek engem, és szívesen eljönnek velünk segíteni. Bár kérdeztem is egy embert, ő felajánlotta a segítségét, mondjuk mondom, még alkalom nem volt rá, hogy elmenjünk, szóval lehet, hogy azóta már el is felejtette, és nem lesz kedve legközelebb, de szeretnénk majd. Nem tudom mikor egyébként, mondjuk ezzel az a baj, hogy ezt napközben kéne, amikor mindenki ráér normálisan, ilyenkor este biztos, hogy nem. Tehát ez valószínűleg, ha nem is ezen a hétvégén, de lehet, hogy a jövő hétvégén beiktatunk egy ilyen pókbárót, tényleg nagyon szeretném. Csak sokszor kimegy a fejemből egyébként, sokszor ez a baj, hogy nem jut eszembe. Tehát csináljuk a napi rutint, mert ugye az oké, okay, hogy mondtam, hogy mihez van kedvünk, hogyan van kedvünk, ahogy játszunk, de igazából lélekbarlang és metinütés, tehát ez a kettő, amihez van kedvünk, ugye a többi dolog annyira nem fog meg. Mondjuk Mitsuki annyira már a metinütést sem díjazza, de ilyenkor hátasütést azt mindenképp megpróbáljuk. Ó, közben leütötte az átkozott fehér tigriseket, és szokás szerint nem adtak egy prémet sem, miért adtak volna. Hát amikor leütöttem az én karimmal a 6 CH-n, ugye az 12 darab ilyen fehér tigris, és egy darab prémet se dobtak, vagy ezt a nem tudom micsodát dobják, küldi. Micsoda? Prémet. Egyet se dobtak, azt mondom, hogy kész, elég. Tehát soha az életben nem fogom megcsinálni. Ha véletlenül arra járok valami isteni csoda folytán, akkor hajlandó vagyok leütni. De hogy én még egyszer szándékosan oda nem megyek, az biztos, mert ez a szánalom szólnak kimeríti a tartalmát. Tehát ez borzasztó. 12-ből 0, és kell belőle 20 darab. És ez a kagán, vagyis ez most már tigris. Ez éled ilyen, nem tudom, 20 percenként. Tehát ez nagyon-nagyon durva, és akkor megnézem a jutalmat és mit ad érte, nem tudom, Youngot meg XP-t, de abban is tök keveset, ahhoz képest, hogy hány szintű küldi. Úgyhogy
Úgyhogy nem érdekel. Hát látom, itt ma mindenhol mindent levertek. Hihetetlen. Úgyhogy akkor menjünk át, én mondom ők CH3-ra, egyet, kettőt azt felejtsük el. Úgyhogy akkor, hogyha talán metint visszajövünk. Ezt az egyetlen egy metint találtuk, meg volt még egy metin, amit ütöttek. Pofátlan módon beleütöttem. Elnézést kérek a gazdájától, már teljesen kétségbe ékesve, úgyhogy megtettem ezt a nagyon nem szép cselekedetet. De minden neki dobott, úgyhogy kárt nem szenvedett az illető. Na, két medve egymás után, hát ilyen ez a... Na, az enyémbe is beleütnek, szóval megkapom. Na, lássuk. Ilyenkor az az egyetlen, ami fel tud idegesíteni, hogy beleüt valaki az én... Beleüt, hát ez csúnya szó, mert mondtam, hogy ilyen nincs igazából a játékban, hogy valaki beleüt, mert semmi sem a tiéd. Az egyetlen dolog, ami fel tud idegesíteni, hogyha... Ha valami fontos dolgot, neki dob. Tehát azt mondjuk nem tartom fairnek. Tehát mondjuk ütünk ketten egy lélek, vagy lélek, ütünk ketten egy metint, leütjük, de úgy, hogy én ütöttem a 80%-át, ő a 20-at, és végül neki dob mondjuk egy lélekkövet. Na hát akkor tényleg tudok ideges lenni, mert az tényleg ez nem fair. De az, hogy például együtt látjuk meg a metint, együtt odaszaladunk, és majdnem az elejétől, vagy maximum ilyen pár százalék hiányzik a metin életéből, elkezdjük együtt ütni, azzal semmi gond nincsen szerintem. Úgyhogy nekem ez a véleményem erről. Hát most nem tudom, mit fogunk csinálni, vagy Mitsukival mindjárt tárgyalok, hogy mi legyen, de szerintem visszamegyünk lélekbarlangba, és belenyugodok abba, hogy nem lesz ma se hátasom. Ez van. No, Mitsuki unszolására mégse adtuk fel. Hoppá, ezt nem hiszem el, jól látom, hogy nem rosszul láttam. Szóval mégse adtuk fel akkor a metinütést, eljöttünk ide a Fűzföldre. A másik területen, ahol lehet, ez a lánykirálynak a területe, a másik területen minden CH le van ütve. Hát, ha itt esetleg. Tigris tanúsítvány, ennyi! Nagyon szépen köszönöm, Mitsuki, a lelkesítő beszédet, amit az előbb tartottál, és végre kiesett a tigris tanúsítvány. Nagyon jó, boldog fiatal tigris tulajdonosi igazolása. Esküszöm, azt olvastam el elsőre, hogy boldog tulajdonosa, mert most én nagyon boldog vagyok. Áthatolás KK. Fú! Na, ez most egy kicsit feldobott. Na, végre van egy kis sikerélmény. Úgyhogy ebben a maradék 19 percben akkor nézegetjük még itt a CH-t, és megpróbálunk még egyet kijutni Mitsukinak is. Ezt, igen, oké, itt van-e valami? Ó, ez nem kell. Így gyorsan körbejárok ezen a CH-n, hát hogyha itt van a lány király, erősen kétlem, de hát ha. Nem a harci vatkanon fogjuk ezt megtenni, hanem a simán. Fú, hányszor elsütöm ezt, még már alig van belőle. De hoppá, ott talán király, az már biztos. Csak azt nem látom, hogy hol. Itt is van. Nagyon jó. Ugye, nem tudom, hogy hányan tudjátok. Persze, egy lánkirály farmolósnak kb. Egy szíven szúrás az, amikor elárulja valaki a titkot. Nem tudom, hogy mennyien tudjátok. Ugye a lánkirályt onnan legkönnyebb észrevenni, hogy... Hát nem földről fogom leütni, azt már tudom. Szóval a lánkirályt onnan legkönnyebb felismerni, hogy... Két lángszellem kíséri, és ezen a területen nem lehet lángszellem, tehát hogyha lángszellemet lát valaki, akkor 100% hogy ott van a lángkirály is. Különben vagy valami bug, vagy valami más, mert vagy csak valaki leütött a lángkirályt és ott hagyta a lángszellemeket, de ezen a területen nem lehet lángszellem. Úgyhogy nagyon jó, remélem, hogy esik belőle. Milyen vicces lenne így egy CH-n két tanúsítványt kiütni, ahol le is mérgeződött, de hát igazából nincs rá szükség. Hát csak lánkirály ládát dobott, mindjárt megnézzük, hogy mi potyan belőle. Skarabeusz karom. Hát ettől nem lettünk előrébb, burmérlem ezt azért felveszem. Oké, no, akkor megyünk tovább a következő CH-kra, remélem megtaláljuk a metint. Azért ez szép drop volt, nagyon örülök neki. Akkor már csak még egyet kéne ütni. Találtunk is metint, úgy látszik, hogy ezen a területen nem öl senki. Ja igen, tehát hoppá, jaj ne, ne üssem.
Szóval, hogyha a harci vadkanról ölök, ugye akkor nincs meg a death, tehát akkor igen szépen leszednek. De mivel nagyobb a sebzésem, ezért életet is többet szedek vissza. Hát, ez a metin sajnos nem dobott most tanúsítványt. Megnézzük még gyorsan a... áldás. Hoppá, áldás, tessék. Hát, eltesszük a vértablettát is. Mi bajunk lehet? Ezt nyugodtan eltesd meg a pettel. Gyorsan megnézzük meg a lánkirályt akkor, és... és akkor ez most jó lesz, mert ha itt nem öl senki más, akkor a... akkor le tudjuk verni az összes CH-n a metint. Igen. Nem akarja megenni, hogy kérem. Én kérem szépen, akkor igen, hogyha a tiéd nem kéri. És itt jelenünk mellettünk a lánkirály, észre se vettem. Még jó, hogy visszafele jött. Ez a sors keze volt, hogy a tiéd nem kér. Akkor dobd el nekem, légy szíves. Köszönöm. Zsír. Hát most el nem fog becuccolni mindent. Hoppá! Oké, akkor mégiscsak lehet, hogy kéne valami. Ne! Basszus már! Nem hiszem el. Oh, nem az, hogy elfelejtettem, nem akartam bekapcsolni a képességeket, mondtam, gyorsan lecsapjuk, azt menjünk tovább, de hát ez nem megy ilyen könnyen. Úgyhogy kérek szépen megint egy buffot. Jó. Azt a hét meg... ja! Ja! Basszus, de hülye vagyok! Hát ezért csapla, mert nincs rajtam semmi cucc. Igen, az gyanús, hogy mondom, még buffba, meg vértezés, meg félelem, meg mind, és akkor is ekkorát csap, ami ilyen a mesében nincs. Na jó, be kéne állnom valami falhoz, mert ez így nagyon nem lesz jó. Gyere csak. Gyere, gyere. Figyelj, lassabban nem tudnál jönni esetleg, mert annyi időnk van, hogy se annyi, de... nyugodtan húzz az időt. Mégis ő a király, tehát azt sem akar. Na, legalább így nem fog elcsapkodni. Igen, egyébként ez az átka, vagyis a hátránya annak, hogy ilyen könnyen le lehet verni, mert ugye nincs TP-reg ennek a lánykirálynak, tök könnyen le lehet verni, kevés élete van, viszont akkorát csap, hogy az ember haja égnek áll. Na most elkövettem egy hatalmas hibát, nem raktam fel a kesztyűt, úgyhogy ez nagyon fasza. Nem baj. A ládát most megkapja Mitsuki. Az előbb én nyitottam ki. Mindjárt oda csapom neki. Hol vagy? Itt vagy. Hol vagy? Térkép... ja, hogy ez csak valami emlékmű. Azért, mert én a kéket néztem. Én nem is vagyunk csoportban. Tessék, itt van. Azért mi gyorsan körbenézek, mert ugye itt ezen a területen... nincs mi. Ezen a területen néha két metin szokott lenni, mert ugye alapból egy lenne, de néha gondolom egy bug miatt átesik erre az oldalra. És nem vagy a lónak a túloldalára, de inkább a vulkánnak. És itt is van. Tehát igazából ennek a metinnek odát kellett volna megjelennie, de ugye gondolom valahova a koordináta valahova ide esetett le a vulkánba, oda pedig nem eshet, és akkor inkább ide esett. Nem hiszem, hogy szándékosan jelenik meg itt két metin. Plusz ilyenkor a túloldalon szinte biztos, hogy nem. Imádom, amikor ilyen helyen van a metin, mert ha a falnál van, akkor ugye... aha, találtam. Ha a falnál van, ugye akkor beszorulnak a mobok, és pillanatokat le tudom csapni őket. Ilyenkor legalább is kell annyit potizni. Megjut Mitsuki. Egyébként... persze, ez a gép, amin most játszok, nem egy atomerőmű, tehát ez nem egy gamer PC, egyébként egy laptopról játszok. És ráadásul Mitsuki, igen, akkor most már valljuk be, hogy gépet cserélünk, mert ugye ez úgy van, most már akkor kitérek erre, hogyha már ezt így elmondtam, szóval az a lényeg, hogy az én gépem az egy nagyon-nagyon régi, nagyon-nagyon szar gép, de tényleg borzalmas. Próbáltuk pofozgatni, apum is próbált segíteni, és valamilyen szinten jobb lett, közben itt megjelent valaki, úgyhogy sejtésem szerint át is fog menni CH5-re, úgyhogy mi CH6-on fogunk próbálkozni. Most nem felejtem el a kesztyűt. Tehát az a lényeg, hogy próbáltuk kipofozni, de nem sikerült, tehát sajnos már nagyon dögrovásom van, ráadásul a Winchester már egyetlen nem bírja, el se indul az egyik vinyó.
Úgyhogy, és ráadásul úgy van, hogy állandóan kék halált kap reggel, amikor bekapcsolom, tehát jó néhány kör tehát újra kell indítani állandóan, mire elindul, szóval nagyon gáz a helyzet egyébként. Viszont amíg metinezzik valaki rajta, tehát megvan nyitva a metin, rendszerint egyébként azon boltozunk, mert ha megvan rajta nyitva a metin, akkor nem kap kék halált. Ezt ha valaki tudja, hogy miért van így, le a kalappal, fogalm sincs. Tehát ha alandot úr megy a gép, vagy videót nézünk rajta, vagy netezünk, vagy valami, 10 percet nem bír kék halál, abban a pillanatban, megvan nyitva rajta a metin, megy. És egész állónak megy konkrétan, innen folytatom egy pillanat. Szóval ez a helyzet, hogy ugye a gép nagyon gáz, és akkor egy ideje, körülbelül azóta, mióta elkezdtem videózni, akkor megbeszéltük, hogy így helyet cserélünk. Na most ez is vicces, mert egyébként ez úgy van, hogy a Mitsuki gépe a jobb, de az én gépem van jobb helyen, kényelmesebb helyen van, és így nem volt nehéz rávenni szegényt, hogy akkor cseréljünk, mert ugye én nem tudnék videózni azon a gépen, abszolút. Már régi álmom volt egyébként, hogy akkor elkezdjem. Eleinte streamelni akartam, közben megtaláltam a Lán királyt, és igaz, ütötték ezt a metint, ahogy látom. Metint is? Nem is érdekel igazából, gyorsan csapjuk le akkor mindkettőt. Szóval régi álmom volt, eleinte streameltem, de a streamet csak ilyen elvétve bírt a gép konkrétan, tehát ugye OBS-sel próbáltam meg, ez egy ingyenes program. Gondolom nagyon sok streamer ezzel csinálja egyébként, mert szerintem ez a legjobb. Viszont állandóan azt írta ki, hogy túl van terhelve a CPU, úgyhogy sajnos valószínűleg metint se tudnék streamelni egyébként. Konkrétan semmit, tehát ha nem csak semmit, hanem egy helyben áll a Windows, akkor is így akadozik. Úgyhogy nem tudtam streamelni, úgyhogy abba is hagytam, el is ment a kedvem az egésztől. Aztán ugye jött ez az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha csinálnánk a metinről videókat, most, hogy már ugye lassan 75-ösök lettünk, vagy leszünk, ugye akkor mi csak leszünk, be volt ez az egész. És nem dobott sajnos. És alapvetően az ötlet Mitsukinak is tetszett, hogy akkor így ezeket csináljuk. Jó, persze, ugye azt mondta, hogy ezt én csinálom, tehát ugye én szeretném, úgyhogy én fogok idézőjelesen szerepelni, ugye ti is mondtátok, vagyis azt hiszem ketten jeleztétek, hogy ő is kicsit jobban részt vehetne a dologba, de ugye én ezt válaszoltam is, hogy ugye ezt én szerettem volna, úgyhogy én csinálom, ha esetleg lesz valamikor kivétel, akkor persze lesz, de semmi hasonlót nem mondok, vagy nem ígérek, ő sem. Szóval az egészből azt akartam kihozni, hogy ugye most cseréltünk ugye gépet, és ez a gép sem egy ilyen, mondom, nem egy gamer PC, egy viszonylag középkategóriás laptop, és hogy ebben miért is kezdtem bele, azt viszont már közben elfelejtettem. Tehát, hogy mit akartam ezzel mondani, azt nem tudom. Hűha. Hát ez most egy jó kérdés. Nem tudom. Örülök, hogy elmondtam ezt nektek, nem tudom, érdekes volt-e. A fene tudja. De mit akartam ezzel az egészen mondani, azt nem tudom. Hogy ledobott. Nem az, hogy ledobott. Nem tudom. Hát ez gáz, fogalmam sincs. Vissza kéne néznem ahhoz a saját videómat, hogy tudjam. Néha annyira belekezdek ebbe a nagy monológokba, hogy teljesen kihagy az agyam, hogy akkor miből is indult ez az egész. Hát sorry, most teljesen elfelejtettem. De legalább most már ezt is tudjátok. Az, hogy most ilyenkor néha egy kicsit akadozik egyébként, szerintem attól van, hogy ugye laptopról van szó, és a van hozzá egy ilyen laptop hűtő, de ez nem egy ilyen turbulenciás laptop hűtő, úgyhogy amikor nagyon sok hajszál, for vagy bármi megy bele, akkor ugye kezd egy kicsit alábbadni a teljesítménye. Sajnos nem esett, ahogy látom. És viszonylag rég, már pár hete nem volt kipucolva ez a laptop hűtő, úgyhogy szerintem amiatt már ugye kezd, tehát így nap végére kicsit kezdi megadni magát. Én nem is tudod felvenni a cuccokat ráadásul. Mindegy, felvehetett nyugodtan igazából, a készségkönyvet megnézem. Repülő talizmát, az nem kell. Minden más, ja nem tud, nem is kell a tepetednek, ugye? Nem kell kaja. Akkor viszont felveszem én, de nekem viszont kell. Hát szerintem már nem menjünk, mert ez volt az utolsó CH.
Most kiüt engem? Ja, a láncszellem. Jó, hát ez most hagytok essen, nem sebez semmit. Egy rövid szünetet tartunk. Na, kaptam Mizukitól pár sárkánykő szilánkot. Időközben eldöntöttük, hogy valószínűleg bemegyünk akkor most Lélekbarlangba. Ez a videó egy kicsit hosszabb lett, mint szokott, vagyis hosszabb lesz sokkal, mint szokott. Nem tudom, ebből milyen hosszú videó lesz. Még fél óra, mire eldöntöm, hogy milyen szót akarok használni. Nem tudom, milyen hosszú videó lesz. Remélem, hogy nem lesz túl hosszú, azért, ha nem szeretnétek egy óránál tovább, vagy hosszabb videókat, azért akkor szóljatok ám. Mondom, én nagyon szeretem az ilyeneket, tehát ha leülök videózni vagy játszani, akkor persze sokkal jobbak az ilyen nagyon hosszúak, mint sem az, hogy felveszek 10 percet. Nem is tudom, hogy eddig hogy tudtam 10 perceket felvenni. Hát mondjuk úgy, hogy felvettem egy mostan 2-3-4 részt, és akkor tömkelegével töltöttem fölfele. No, de a lényeg, hogy kaptam Mizukitól sárkánykő szilánkokat, és lehetőségem van Antik Rubinra. Ezt azonnali hatállyal keresztül húzta a számításaimat. Az alkimista rögtön az első nem sikerült, hát ez nagyszerű. Úgyhogy nem lesz Antik Sárkány Rubin. Most lesz egy szünet, nem a videóba, vagy hát a videóba is, de inkább nekünk. És utána járok egy picit, hogy akkor pontosan ezzel a sárkány babbal, az ölt sárkány babbal mit is lehet kezdeni az alkimiával, hogy mit is csinál vele pontosan, hogy most növeli az értékeket, vagy nem tudom, mit csinál vele, mert végül is, jó persze ez nem egy túl jó alkimia, de azt a 2% TP-t följebb lehetne tornázni, azért az nem lenne rossz, mert azért majdnem 20 000 TP-n van, és a majom is ilyen 1600 valamennyi életet ad. Tehát ha azt a 2%-ot följebb lehetne tornázni, az nem lenne rossz. Elgondolkodnék rajta, de persze sejtem, hogy nem éri meg. Na mindegy, attól függetlenül kíváncsiság az hajszol, úgyhogy hoppá, ebből is van antikom, igen. Úgyhogy hajszol a kíváncsiság, megnézem, hogy akkor a sárkánybabban mit is lehet alkotni. De előbb gyorsan veszek potit, mielőtt elfelejtem. Most csak ilyen keveset, hát egyel így is sikerült többet venni, mint terveztem. Oksa! Jó, na akkor elintézzünk a dolgainkat, és akkor megyünk Lélekbarlangba. Elindultunk akkor a Barlang 2-be, és hát megpróbáltam utána járni, hogy akkor mi is lehet pontosan ez a, amikor a sárkánybabbal húzzuk az alkimiát, de igazából a magyar és az angol wikit néztem meg, és okosabb nem lettem. Tehát az angol wiki az a szint növeléséhez, és a csiszoláshoz, az idézőes csiszoláshoz is ugyanazt írta, hogy javulnak a bónuszaik. Szóval most azt akkor nem értem, hogy mi az, hogy javulnak a bónuszaik, vagy nem tudom. Tehát, hogy félreértelmeztem valamit, fogalmam sincs. Mondom, még annyira nincs nagy jelentősége, mert még úgy sincs legendás. Ezt az antikiá, de ezzel eljátszottam a gondolattal, hogy lehet, hogy fölteszem, de így biztos nem. Főleg úgy, hogy mondom, egy videót láttam, ahol több mint 50 sárkánybabot áldoztak rá. Akkor sem értettem egyébként, hogy mit csinál a valaki. Nem tudom, hogy nem emlékszem, kinek a videója volt. Akkor sem értettem, hogy miért rak rá ennyi sárkánybabot, és hogy miért nem sikerül. Jó, mondjuk azt láttam egyébként, hogyha nem sikerül, akkor visszasül a szintje, tehát ilyen áldást tekizzük az alkimiát kategória. Ezt értem, csak hogy plusz 6-ig lehet csak felhúzni, ahogy olvastam, és több mint 50 ráment, ez kemény. Na mindegy, szóval ezt még csak el akartam mondani, miért elfelejtem, mert azért jó hosszú idő eltelt ezzel alatt a videóban egy másodperc szünet alatt. Úgyhogy akkor B2 elején találkozunk. Megint hihetetlen nagy mákunk volt, mind a 6 CH-n öltek, és amikor ideértünk CH1-re, akkor az illetőt, aki itt ölt, megkérdeztem, hogy meddig marad, és rá egy percre visszaírt, hogy mennie is kell, úgyhogy hihetetlen. De tényleg, akárhányszor ideértünk eddig, mindig foglalt volt az összes CH, tök véletlenszerűen valakit megkérdeztem, meddig marad, és az a valaki pont mennie kellett, úgyhogy nem tudom most így. Lehet, hogy a drop az ellenünk van, hogy pont nem akkor akarnak esni a dolgok, amikor videózunk, de hogy az emberek azok velünk vannak, az biztos, tehát minden oké, okay. Jó.
Hát most már nagyon nem akarjuk egyébként elhúzni akkor ezt a videót, még egy icipicit ölünk itt, nem tudom pontosan mennyit, amíg úgy lesz kedvünk, és már azért elég késő van, tehát a videót azt elkezdtük jó rég. Most, ugye ezek a leállítások sokszor nem csak egy pár percek voltak. Megnézzük a fuchsiát, hát sima. Akkor neked már nem kell XP, ugye? Jó, akkor adom az enyémnek. Oksa. Elfogytak a mobok. Na, hát most érzem úgy, hogy kifolytam a témákból, úgyhogy örülnék neki, hogyha esne valami, és mondhatnám azt, hogy ez az eset egy ilyen, és fél órán keresztül csak kivesézem, hogy mi esett. Mert normális videó eddig a dropról igazából nem volt, mert tényleg akkor estek a cuccok egyébként, a démon pengék, meg ezek, amikor nem videóztunk. Tehát jó, persze akkor is esett egy-kettő, de... Tehát például mondom, az haláli volt, amikor Mitsuki bejött tök egyedül. Vagyis hát itt voltam én is, csak ugye nem gépnél. Tök egyedül levelt két csoportot, vagy egy csoportot, nem is tudom. És egymás után két méregkard esett ki. Hát ez nagyon vicces volt. Nekem azóta sem, meg nem mondjuk neki se, de... De az kemény. Hú, múltkor képzeljétek, hogy jártam. Felvettem egy videót, elég hosszú lett, hogy 20 perces. Már nem emlékszem, hogy Hearon 2-es volt, vagy sima GFS, ez pár napja volt. És ugye én még, ez egy kezdő csatorna úgymond, ezek a videók még ugye kezdőjeleggel működnek, érdekel, akit érdekel, ugye ezeket még nem szerkezgetem, megállítom, de semmilyen videóvágóval vagy szerkesztővel nem nyúlok hozzá, így nyersen töltöm fel. Ez valószínűleg a későbbiekben változni fog egyébként, hogyha nő a csatornára való érdeklődés, vagy a csatorna iránti érdeklődés. Ugye még profilképem sincsen, a borítóképet is egy szabadon felhasználható képet töltöttem le a netről. Úgyhogy ezek biztos, tehát a későbbi évben változni fognak, egyelőre még nem látok rá úgymond idézőjelesen értelmet, hogy mélyebben belemenjek, mert tényleg még nagyon kezdő a dolog. Basszus, ez nagyon kiment a fejembe, hogy a sajátjaimat bekapcsoljam. És azt akarom kihozni az egészből, szóval azt szívtam meg, hogy felvettem ugye egy ilyen 20 perces videót, és nagyon gyanús volt, hogy le volt véve a hangerő, de gyanús volt, hogy azért valami susmutolás van. Feljebb vettem a hangerőt, és hallom, hogy üvölt a játék. Megnézem, maxon volt a hang. Nagyon jó. Mondom, most lutri. Tehát vagy kagyló. Kagyló! Első kagylót kidobták. Nem. Az udok fia vagyok, már kettőt dobtak. Ja igen, Mitsuki is kapott, már most mondja. Akkor csak nagyon rég volt már ez. Elfelejtettem. Szóval az a lényeg, hogy lutri volt, hogy most folytassam a videót, de lehet, hogy az első 20 perc semmit nem ér, és mivel nincsen videóvágó programom, és még nem is szeretnék foglalkozni ilyesmivel, ezért nézhetetlen lesz konkrétan, és a hangom az egyáltalán nem fog hallatszódni, hogyha annyira hangos, vagy leállítom, és akkor újra kell vennem az egészet. Hát az utóbbi mellett döntöttem, nagyon fájt a szívem érte, de nem kockáztattam, és sajnos beigazolódott, amitől féltem. Újra néztem a videót, és körülbelül úgy háromszor annyira ordított a játék, mint amennyire az én hangomat lehetett volna hallani. Úgyhogy jó, hogy ezt így észrevettem. Azóta nem, tehát ugye azért én nagyon szeretek hanggal játszani, tehát ezt a néma csöndet azért annyira nem bírom. Legalább azért az ütésnek a hangját szeretem hallani. És ugye a régebbi videóban egy icipicit fölvettem azért így, a csíkot egy picit meghúztam fölfele, és sajnos voltak olyan videók, amiben jobban hallatszódott, mint azt én szerettem volna. Tehát a videóban jobban hallatszik az ütésnek a hangja, mint itt, amikor én játszok és én hallom. Nem tudom, hogy ez mitől van, pedig normálisan be van állítva egyébként szerintem a felvevő program, de mindegy. Tehát, hogy ugye az én hangomat részesíti előnybe. Úgyhogy azóta úgy vagyok vele, hogy inkább hagyjuk, inkább teljesen ignorálom a játéknak a hangját, ez a biztos.
és akkor majd, hogyha már valamikor lesznek majd olyan videók, amikor már ugye videóvágó programmal csinálom esetleg, akkor meg maximum alávágok valami nagyon halk zenét. Csak ugye ezt is más videóstól tudom, egészen konkrétan Barnától, hogy ugye ezzel a zenét vágok a videó alá dologgal nagyon vigyázni kell, mert ugye copyrightosak azok, azokat igen gyorsan letiltja a YouTube, aztán akkor szavaz-tavasz a videónak. Úgyhogy ilyet még nem csinálok, ennek majd amúgy is utána akarok járni, hogy akkor ez pontosan hogy kell, meg mind kell. Tehát, hogyha alávágok a videóm alá egy zenét, akkor annak a zenének minek kell megfelelni ahhoz, hogy az én videóm alatt lehessen. De ez még úgyis csak a jövő zenéje egyébként. Az mi volt? Kiesett valami, de nem írta ki. Nem. A tündekart előtt. Szerintem ott kiesett valami. Nem tudom, mint a pillanatra láttam. Lehet, hogy aztán csak Young volt, csak nem tudom, többet képzeltem bele. Fogalmam sincs. Mondjuk valószínűleg, mert azért a játék az nem szokott ilyen lenni, hogy csak úgy eltűnnek dolgok. Egy kis pillanat. Na itt is vagyunk. Egy zodiákus lemezvért esett még itt. Lemezpáncél, bocsánat. Ilyen változatos neve lett. De tök jó egyébként, ezt pozitívunk kell mondom. Pedig minden lemezvér. Ali. Egyébként milyen tünde kinézetük van ezeknek a szetóvadászoknak? Most így közelebbről megnézem, tisztára, mintha, nem tudom, gyűrűk urába lennének. Oké. Te nem vetted fel újra a sárkány közszilánkos külföldje? Megnézed? Mert ha nem, akkor oda gondogatom. Felvetted mire? Jó. Oksa. Elmegyek ezekkel. Összezem a többivel együtt, mert csak ácsorgunk itt. Egyébként nem tudom, miért úgy rémlett most, hogy nézem a szintjüket, ezt el is felejtettem. Nem rémlett, hogy ezek ennyire nagyok, 87 és 89. Azt hittem, hogy ennél kisebbek, ilyen 86 vagy az alattiak. Akkor így már értem, hogy 90 fölött is mérőlnek itt ilyen erőszeretettel egyébként. Lovagláskönyve, na azt biztos te kapod, most nem felejtem el, hogy neked kell. Mikor jó elolvastam, azt nem sikerült. Vedd is föl, kérlek. Igen, mert ugye Mitsukinak még nincs meg mind a három lóképesség, csak az egyik. Egyébként ezt is említettem már valamelyik videóban. No fene. Sikerült, na király. Most itt van még? Vagy ja, leverték, lol. Most ide jött egy sámi, és érdeklődött, hogy fogom-e bírni. Hát, ha látná a videóimat, akkor tudná, hogy igen. Egész jó bírjuk. Kérek szépen egy buffot, és akkor már is loholok tovább a következő csoportért. Mielőtt esetleg még 600-an ide csődülnek annak fejében, hogy nem bírom. Jaj, minden megvan. Na most időt a sámi, és elfelejtettem, mint éppen hol tartottam. Ez mostanában sűrűn elfordul. Nem baj! Na, szóval ez ígérkezik eddig a leghosszabb videónak a csatornámon, és lehet, hogy most ebbe a körbe meg is halok a fennébe, mert nem már rosszabb rend, tudja. Már az előző videót is hosszúnak éreztem egyébként, az eddigiekhez képest. Ott is 6-szor elmondtam, hogy remélem, hogy nem baj. Úgyhogy ennél is most csak egyszer mondom el, hogy remélem nem tart vissza senkit attól, hogy megnézze vagy belenézzen. Remélem így is tetszeni fog.
kerek 2 óra van még. Mondjuk ez tök jó egyébként, mert jó, most még nem dropoltak semmit, de most ugye még van ennyi 4-7 órányi kezdtünk kb. Most majd ütni kéne, már csak Mitsukinak kéne ütni egyet egyébként, egyet vagy kettőt. És úgy lenne teljesen egyébként az egész, hogy akkor ő is kesztyűvel ütne. Kaptam buffot? De ne tudja. Akkor megköszönöm. Köszönöm. Szóval ez úgy lenne teljes, hogyha neki is ugye lenne. Még mindig nem vetettem el azt a lehetőséget, hogy akkor azt a 20 tárgy droppos fülest meg kéne venni neki, csak ugye még nem gyűlt össze annyi pénz. Az még nagy kérdéses. Meg hát lehet, hogy először egyébként úgy csináljuk, hogy kipróbáljuk vele, hogy milyen. Mert hogyha tényleg látványosan jobb a drop, tehát mondjuk ölünk egy órán keresztül, és egy óra alatt több mindent dobálnak, mint mondjuk azelőtt, amikor egy órát ütöttünk, akkor oké, akkor mehet a dolog. De hogyha nincs látványos dolog, meg is persze 20% az soknak tűnhet, de kevés is lehet, tehát igen, ez ilyen ábrándok, vagy találgatások. Szóval, majd kiderül. Ez még a jövő zenéje. Hoppá, hogy kifeküdt mindegyik? Ezeket nagyon bírom, mikor hozzájuk se érünk, és mégis kifekszenek. Jó, mondjuk valószínűleg a Mitsukinak a sárkányordítása miatt történt mindez, csak ugye én még nem láttam akkor. Amúgy ezt szeretem, nem tudom, hogy másnak így működik a játék egyébként, hogy ugye ütök hátasról folyamatosan, és amikor leszállok, akkor hirtelen az összes mob megáll így egy helyben, és ütöm őket fél órán keresztül, elhasználok 2 képességet, és hogy csak utána kezdenek elütni, jó, persze az életem is egy pillanat alatt leugrik. De tök jó, mert addig nem lököm el őket, szóval addig tudom püffölni, mint az állat, viszont ugye ilyen krutólag így begyorsul a dolog, és akkor azt látom, hogy XY ide rohangál, oda rohangál, meg ez az amaz, tehát így visszamenőleg behozza a lemaradást a játék. Kérek szépen egy buffet, és akkor hozom a következő csoportot. Szóval ezeket szeretem attól függetlenül. Ében fakarkötő. Tényleg, az egyik játékos, szerintem, nem tudom, hogy nézőm is egyben, de amikor akitől vettem ezt a Surafeka plusz 9-et, ő azt ajánlotta, hogy szerinte a legjobb baris felszerelés, az már nem tudom, hogy az egész felszerelés micsoda, most konkrétan az ébenfa karkötőre emlékszem, hogy egy ébenfa karkötő plusz 9 bariba verhetetlen a TP visszaállítás miatt. Na most, én ezzel nem 100%-ig értek egyet egyébként. Persze lehet igaza, mert ugye mi csak most kezdtünk el nemrég barlangba ölni, és nem tudom, hogy mik a mostani szokások, de nem értem, hogy az a 7% TP visszaállítás miért lenne olyan hű, de jó. Most milyen nézem, hogy igen, tehát csak támadó sebességet meg TP visszaállítást ad. Tehát abban a 2000 TP lehet, a fehér arany karosomban van jó sok, 720, az 2500 TP, az 520 TP-vel több, meg jó néhány támadó sebesség ugyanannyi elvileg, plusz 9-en. Szóval nem tudom, hogy miért jó ennyire akkor ez a karos, de biztos úgy van. Hát annak idején egyszer kitalálta valaki, hogy jé, basszus, a réznyakasban van villám, ne szivassatok komolyan, és így rögtön mindenki orvaszájba elkezdte használni a réznyakast, addig meg azt se tudták, hogy létezik kb. Meg kis szintű nyakas. Ez is ugye, hát ugye a lélekbarlang bekerülése után nem sokkal volt, még Orionon, legalábbis, na, tehát helyesbitek, nem tudom, hogy a más szervereken mikor jöttek erre rá, hogy jé, van réznyakas is, de amikor Orionon játszottam, akkor volt nagy felfedezés, hogy mindenki réznyakast kezdett használni, és akkor néztem, hogy mondom, komolyan, hát így kis szintű nyakast minek, és akkor elkezdték mondani, de villám van benne. És mondom, villám minek? Hát, hogy az a hátul a vörösökhez, az nagyon jó. És mondom, basszus, tényleg. És addig alig jutott pár embernek csak eszébe, és akkor ugye elterjedt. Szóval lehet, hogy ez a karos is most olyan, hogy valaki megfejtette, hogy akkor miért olyan jó ez. Sokan nem értjük, köztük ugye én se, de biztos van benne logika egyébként. Tehát lehet, hogy az a 7% TP visszaállítás az rosszabbul hangzik, mint amilyen jó. Nem tudom, sose volt ében fakarkötőm, úgyhogy halvány lila gőzöm sincs, közben én tuti meghalok, hát ez most már 100%. Lehet, hogy ez a végszó egyébként, sőt biztos, ezt a sors akarta így, hogy akkor most meghaljunk. Hát,
ebben a videóban sikerült végre hátast ütni, úgyhogy most sikeres volt a dolog. Azért kagylót se dobtak, és hát kettőt dobtak ugye, de azóta azt sem. Úgyhogy viszonylag sikerélménnyel zárul ez a videó, ezek a farmolások. Remélem nektek is tetszett ez a videó. Úgyhogy én Hubian voltam, sziasztok!